Heti két napot az amatőrök is edzenek, ennek monotóniáját oldandó igyekeznek a városi bajnokság két fordulója mellett egyéni versenyeket is rendezni, amire az itt edző környékbeliek is szívesen beneveznek. Vannak hobbisták, akik két hetente egyszer betévednek a tekézőbe, hogy az elmaradhatatlan baráti sörözés közepette megmozgassák egy kicsit izmaikat. Mivel gyerekjáték lenne összerakni a többre vágyó legjobbakból egy OB3-as csapatot, lenne is rá igény, fölvetődik, mi ennek az akadálya. Egyszer meg is próbáltuk, egyszer indultunk a teljes bajnokságba, ugye MB3-nak felel meg, egy évben játszottunk, ott a második helyen végeztünk, tehát majdnem meg is nyertük azt a bajnokságot, de aztán hát ilyen különböző, ugye itt rengeteg rendezvény van, egyszerűen a szabad az időnkből nem nagyon futotta meg, ezen a kétsávos pályán ugye nehéz, itt nagyon nehéz olyan versenyt szervezni, ahol részt tudnának venni olyan csapatok is, akik itt egész komoly, több órás versenyre tudnánk bonyolítani. Kinőtték az ütött kopottá váló két sávost, szolidan jelét is adták már az ASE vezetése felé, bizony el kellene egy négy sávos, mert a mai már egyáltalán nem számít korszerűnek, és a teke ügyének folyamatosan megnyert fiatalok megtartása okán napirendre kerülhetne a pár millióból megoldható négy sávosra bővítés és a vele együtt járó korszerűsítés. A városi bajnokságot is lehetne bővíteni, rengetegen akarnának még jönni tekézni, csak egyszerűen időnk nincsen, hogy be tudjuk őket fogadni, vagy a két sávos pálya miatt nem tudunk több nagyobb versenyeket rendezni, vagy több fordulós bajnokságot. Mert hogy a már 60-kodók se hagyják abba, mint például Serlit Sándor, a városi bajnok csapat tagja, akinek a rekreációjához a kerékpározás mellett nagyon fontos a rendszeres, legalább heti egy tekeedzés. Én már korábban barátságot kötöttem a tekézéssel, és itt Pakson megtaláltuk, amikor ezt a pályát megépítették, megtaláltuk a társaságot is, és megtaláltuk azokat az embereket, akik szervezték ezt, és ide öröm volt mindig lejönni erre a pályára, és találtunk olyan embereket is, akik segítették a mi játékunkat, fejlesztettek bennünket, és öröm volt ide minden nap lejönni, tekézni. Sándor akár telizésben vagy a tarolásban bárki ellen esélyes, fegyvertény őt legyőzni egy fiatalnak. Vannak ezek a kihívások, tehát az edzéseink is olyanok, hogy nem egy tét nélküli, hanem úgy benne vagyunk a sodrásban, hogy játszunk, versenyezzünk. A mi versenyszámaink azok általában 60-as dobások, ami azt jelenti, hogy 30 teli, 30 tarolásos, és azért ez ebből illik egy 130-at dobni egy pályán ebből a dobásszámból. Nincs ugyan NB szintű csapat a tekében Paksnak, de ettől függetlenül a sportág felettébb intenzíven jelen van az atomvárosban. Mondhatni, mint meghatározó szabadidősportként. Már csak nem 30 éve, amikor a kétsávos pálya megépült, amely hétről hétre üzemel, és a 14 évestől a 76 évesig szép számmal megtalálhatóak a különböző generációk az ASE szabadidős szakcsoportjához tartozó teke szakcsoportban. Köszönöm, hogy